játékra. Antonov figyel, ott a helyzet és a gól is. Megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia csapata, Pulics. Na nézzük még egyszer. Ott remekül érkezett. Persze nagy kérdés, hogy mit csináltak az újpesti védők, hiszen gyakorlatilag lemaradtak. Mindenkiről is a labdát sem tudták elrúgni. Ott hárman is. És a hosszunk pedig teljesen üresen érkezett Pulics, akire gyakorlatilag senki nem figyelt.